Artner Iván. Ő az a fiatalember, aki saját maga építette berendezéseivel, befogta a MIR űrállomás adását. A felvételek, melyeket látnak, fölkeltették az egész világ érdeklődését. Nemigen fordul elő ugyanis, hogy valaki rendszeresen, jó minőségben rögzíteni tudja egy orosz katonai átjátszó műhold direkt Moszkvára irányított adását. Olyan anyagról van szó, melyet a birodalom űrkutatási szakemberei, finoman szólva, nem publikációra szántak. De menjünk vissza az időben, úgy 10 évet, 1991-be. Ekkor indult az első magyar kalózadó, a Tilos Rádió, mely létével és adásával tiltakozott az akkori frekvencia moratórium ellen. A mára legendássá vált, akkor még illegális adás mérnöke és konstruktőre is Artner Iván volt. De tulajdonképpen a dolog úgy zajlott, hogy fölcipeltük ide a felszerelést hátizsákokkal. Ez állt az adóból, állt egy kis Walkmanből, amiről az előre elkészített műsor részeket sugároztuk. Állt egy antennából, némi kábelből. Ezekkel mind-mind letelepültünk, délután 3-kor elfoglaltuk a pozíciónkat, és vártunk. Vártunk 4 órára, a Tilos Rádió adása elkezdődik. Itt a Tilos Rádió, a 95,5 MHz-es ultrarövid hullámon. A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A Tilos Rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja. Először megpróbáltunk autóból, mozgó járműből dolgozni a város különböző pontjairól. Ez sem volt annyira sikeres. Sajnos egy nap után beláttuk, hogy nem a mi világunk az autós üldözés, különösen, mert akkor már a rendőrség is bekapcsolódott a frekvencia gazdálkodás autói mellett, és nem mertünk kockáztatni tovább. A János hegy egyik oldala azért volt alkalmas, mert elég könnyen el lehetett rejteni az adót. Az adót kezelő 3 ember fönt elrejtőzött a bokrok között. Erre az útra elég jó rá lehetett látni. És miután láttuk, hogy az autót feltartóztatják. Ezt a kamu autót? Tulajdonképpen egy kamu autót feltartóztatták. Nagyon gyorsan el tudtuk rejteni a berendezést. És merre távoztatok? Mi békés kirándulók módjára a Normafa felé elsétáltunk, sőt, csókolózó párnak tettetve magunkat. Ez itt most nagyon romantikusan hangzik, de akkor azért ezt elég éles helyzetnek éreztük. Végül is a rendőrség sosem kapott el titeket? Voltak nagyon éles helyzetek, de a Tilos Rádiót soha nem kapta el. Soha egyetlen egy adót nem foglaltak le, soha semmi olyan bizonyítékot nem találtak, ami meggyőző lett volna. 1991-ben Iván érdeklődése az ég felé fordult. Eddig adott, most venni próbált. Szerencséje volt, egyik ismerősétől kapott egy elavult, nagyméretű műholdvevő tányért. Tulajdonképpen ez egy kb. 2 méter átmérőjű tükör volt, borzalmasan nehezen, és édesanyám legnagyobb megrökönyödésére ezt felhurcoltuk át a városon az ő erkélyére, ezzel ott megbénítva minden egyéb működést az erkélyen, vagy létezést, és elkezdtem kísérletezni. Akkor nem boltban vásárolt műholdvevővel, hanem boltban vásárolt alkatrészekből épített műholdvevővel. Hát és jöttek az örömök, hogy hú, látom ezt a műholdat, azt a műholdat, ezt a műsort, azt az egzotikus műsort, ami akkoriban még teljesen elképesztő volt, például egy iráni programot megnézni, vagy egy amerikai hírműsort. Egyik ilyen alkalommal, amikor egy új műholdat vagy új jelet kerestem, akkor találtam egy olyan számomra teljesen furcsa, maszatos, szinte értékelhetetlen képet először, amit nem tudtam elhelyezni. Semmilyen listán nem szerepelt, bárkitől érdeklődtem, azt mondták, hogy itt nincs is műhold.
ebben a pozícióban nézek utána. És később derült ki rá egy-két napra, amikor még változtatgattam a berendezésen, átalakítgattam, hogy jobb minőségű legyen a kép, hogy ez az a műhold, amit a Mir űrállomás és a Moszkva irányító központ használ egymás között hangadat és tévé kapcsolatra. Legelső jel az egy nagyon rövid beszélgetés foszlány volt oroszul. Egy teljesen torz hangon alig lehetett érteni valamit. Ez már gyanús volt, mivel hallatszott, hogy ez nem egy tévéprogram hangja, hanem valakik beszélnek valakivel műholdon keresztül. És ezután kb. Egy fél napra rá, egy éjszaka, szóval a dolog rettenetesen felizgatott. És állandóan bekapcsolva tartottam a műholdvevőt, figyeltem ezt a műholdat, ezt a pozíciót, és vártam, hogy történik-e valami, és éjszaka egyszer csak megjelent egy olyan kép, amit az emberek úgy általában a tévéiradóból elég jól ismernek, egy fedélzeti kompjúter adatai rámontírozva civil betűkkel egy közeledő űrhajó képére. Ez egy fekete-fehér, szintén még eléggé rossz minőségű adás volt, és itt már tudtam, hogy ez csak a Mir űrállomás lehet, és éppen egy teherűrhajó dokkolt. Nyilván önökben is fölmerül a kérdés, hogy Iván végül is legálisan vagy illegálisan hallgatta le a Mir adását. A kérdésre konkrét választ nem adható, nehéz ugyanis olyan jogszabályt találni, amit a zseniális specialista megsértett volna. Annyi azonban bizonyos, hogy a birodalom vezetői különösebben nem örültek a tevékenységének, bár eddig retorzióra nem került sor. Iván tehát évekig rögzítette a Mir adását. Közben jóformán mindent megtudott az űrállomásról és lakóiról. A napi több órás adásból ugyanis nem csak a hivatalos kísérletek kulisszatitkai derültek ki, hanem föltárultak az űrhajósok privát életének sosem látott részletei is.